Negyedik rész, a bába széki intelligencia. Vacsora Mravucsánéknál. Nem akarom szélesen elbeszélni, ami még következik. Csak a Krisztus ruháival történt meg a csoda, hogy együtt nőttek a gyermekkel. A kis paláska, melyet fiúcska korában viselt, ugyanaz volt, mely a Golgotára lépegető férfi Jézus tagjait vette. Azóta nincsenek többé ilyen palástok a szabók nagy örömére. Csak a regényírók keze alatt támadt némelykor hasonló csoda. A csekély szövet egy mellénykére való, kinyúlik tollukból, egész végekre. De én nem szeretem ezt, és röviden végzek Mravucsáni vacsorájával, mely pedig kitűnő és ízletes volt. És ha akadt elégedetlen, az csak Madame Crisbé lehetett, aki az első tál ételnél, a fölséges bárány paprikásnál megégette a száját, fölkiáltván: jaj, harap oda benne a torkomban valami! Még kevésbé nyerte meg tetszését a másik étel, a túrós tepertős metét, melyet megizlelvén csúfintorral tette le a villáját. Ó, mondj, hiszen ez valami fölmetét vizes ruha! A szegény Mravucsánné oda volt bánatában, hogy semmiből se eszik. Milyen gyalázat ez nekem, óbégatott. Végre is előhordogatta neki a megmaradt befőtjeit, amikhez aztán derekasan hozzálátott, és amint lassan-lassan a gyomrával kibékült, kezdett a helyzettel megbarátkozni. Méltán, mert a helybéli luteránus lelkész, tiszteletes Rafanides Sámuel uram, meg a kántor, Klempa Teofil mulattatták az asztalnál egyik balról, a másik jobbról, már a meghívásuk is így szólt: el kell jönniük, mert egy német fehér személy lészen a vacsoránál, kit disztrahálni fognak, bármint szórakoztatni. De ki is tettek magukért csupa flancból, mindenik be akarván bizonyítani a szenátorok előtt, hogy mennyire járatos a német finom társalgásban. Madame Crisbé kellemesnek találta a szomszédait, kivált, amikor azt is megtudta, hogy tiszteletes Rafanides Sámuel uram házasulandó ember. Hogyan? Hát itt házasodni szoktak a papok? Tehát mégis jó országba jutott? A kántor csinosabb ember volt, de már házas és öregebb, intelligens, hosszúkás arca, fényes, hosszú fekete szakába folytatódik, mely egész mellét befette, azon felül némi elmészség is megnyilvánult benne, de csak olyan formán szivárgott ki belőle, mint valami izzadmány, ahogy durva fatörzsből a mézga. Madame Crisbé sokszor elnevette magát egy-egy ötletes megjegyzésén, kár, hogy nem merte magát egészen átadni a kacagás ingernek, mert a torkát még egyre reszelte az az átkozott paprika, vagy talán csak a szörnyű visszaemlékezés rá. Neki-neki vörösödött, viassága arca láthatóan igyekezett elfolytani a köhögést, ami amellett, hogy az öregség előírnöke még dísztelen is. Semmi az, biztattam Mravucsánné, csak bátran lelkem, köhögje ki magát, kuc-kuc-kuc. A köhögést és a szegénységet nem lehet eltitkolni. Hol tovább mind jobban érezte magát, mert a tiszteletesnek az az előnye is volt, hogy valamikor Münchenben járt iskolába, s apró anekdotákat tudott elmondani az ottani életről, ottani dialektusban, ami annyira tetszett a madámnak, mintha vajba füröztötték volna a lelki. Tiszteletes Rafanides Sámuel úr sehogy sem tartozott az unalmas áltatosságot szimuláló papok közé, s habár a híres bábaszéki tótmondás, melyet Klempa Teofil állított össze oly elmésen, hogy visszafelé olvasva is ugyanazon értelme van, Sedina Fare Rafanides, ül a parókián Rafanides, otthon a parókián üldögélő férfiúnak festi, éppen ellentéte volt a szedátus embereknek, örökké járt és kalandozott. Egy szóval jó vére volt, és már az előbbi eklézsiájából is, valahol Nógrád megyében, menyecske dolog miatt kellett távoznia. Mravucsánné tudja a históriát, még az illető asszonyt is ismeri, valami Bahó Mátyásné. Buta egy perszóna lehet, mert ő maga kottyantotta ki férje a főkurátor előtt a papal való viszonyát, és nem valami nagy szépség, mert Mravucsánné így nyilatkozott: szóró szóra. Bolond volt Rafanides ővele okvetetlenkedni, csúnya asszonyton neki ilyen az ember csókot, és szegénytől kölcsönt, mert mindjárt eldicsekszik vele. Így nyilatkozott Mravucsánné, igaz hozzátette, ha azonban valaki reám hivatkoznék, bizonyos letagadom. Azért tehát én még azért se állhatok jót, hogy így nyilatkozott Mravucsánné, mert
nem tudnám bebizonyítani. De ez végre is mindegy. A száraz tény, hogy Madame Crisbé vidáman trécselt a szomszédjaival. A két nagyműveltségi férfiú jobb véleménybe sodorta országunk iránt. Valóságos szerencse, hogy tótul nem tudott, nem hallhattam a közönségesebb társalgást, melyet bábaszék többi meghívott előkelőségei folytattak. Hiszen szó, ami szó, ezek is okos emberek, de a maguk módja szerint. A szép Veronka nem egyszer mosolyodott el tréfáikon, mert ő még nem hallotta, de a benszülöttek már mind ösmerték ezeket az asztal melletti elmészségeket. A gazdag mészáros kukucskapálnak szokását, hogy a pecsenyénél fölállt, s röfögő hangján imígy üríti a poharat önmagára. Az Isten éltesse a feleségem urát! A Stucker nótárius segédnek a ma százszor hallott rébuszát, melyet most 101-szer adott fel Veronka kisasszonynak, lehúzván állítólag vadászatba megsebesült kisujjáról a sebóvó kesztyű ujjat. Miféle város ez, kisasszony? Az öltök tudná hirtelen eltalálni, hogy a kisúj szállás. Egyéb iránt a Stucker nótárius segédnek talán nem is fáj a kisújja, és alkalmasint soha nem is fájt. Csak azért hordja a kesztyűjöt, hogy a rébuszát elmondhassa a kisasszonynak. Voltak éppen Isten kísértés egy ilyen vacsorát akarni lefesteni, hiszen semmi nevezetes nem történik. Esznek, isznak, aztán hazamennek. Talán valami érdekes dologról beszélgetnek. Dehogy. Ez a dibdábság merül fel. Isten ments azt nyomtatásba szedni. És mégis napokig fognak-e semmiségről beszélni bába széken, hogy Ravusán uram kiöntött a vörösbort, amit végigfolyt az az abroszokon, és sózni kezdték, Knopka szenátor felkiáltott, ehúj, keresztelő lesz, komámasszony! Ravucsákné természetesen elpirult, Veronka ellenben ártatlan arccal kérdezte, hogyan tudhatják ebből a keresztelőt? Vagy nagy liba még az a lányka, vagy már nagy színésznő? Hát tessék aztán neki felelni, mert olyan szende arca van, mint a Szizmáriáé lehetett rövidruhás leányka korában, majd összenéztek, de szerencsére ott volt az Erdész neje, Sliminszki Vladimirné, ez a leleményes fejű asszony magyarázta meg ezt. Hát az ugyan kisasszony, hogy a gólya, amely a gyermekeket szokta hozni, megjelenik elsődlegesen láthatatlanul, és ő löki fel intőjelül a poharat. Veronka elgondolkodott egy darabig, aztán hihetetlenül rázta meg szép fejét, mely körül az ártatlanság glóriája látszott lengeni. De hiszen láttam, hogy a tiszteletes úr döntötte fel a könyökével. Erre aztán nem tudott mit felelni Sliminszkiné, és rendes szokása szerint az urát ajnározta, babusgatta egész este. Vakard le a kövéret a libacombról, Vladin! Vladin bosszankodva ráncolta össze homlokát, s a sovány nyakán sebesen mozgott ide-oda az az Ádám csutka, ami mindig annak a jele, hogy haragszik. Amikor azt szeretem legjobban. Mindegy, Vladin, nem engedem meg, az egészség az első. Vladin engedelmesen távolítja el a kövér részeket. Mit van a kabátot kigombolva? Nem érzed, hogy hűvös van? Isten, gombolkozz be, Vladin! Az Erdész begombolódzik, és a teljesített kötelesség jól eső érzésével nyúl ismét a tál felé. Egy feladatot se többet, Vladin, egy akkora sem, mint ez a pöhöly, elég volt, nem szükséges birkákkal álmodni éjjel. Vladin engedelmesen leteszi a villát, és egy pohár vizet akar inni. Add ide előbb! Kiált rá az asszonyság ijedten. Hadd nézzem meg, nem túlságosan hidege? Vladin átnyújtja a vizes poharat. Ihatsz pár kortyot? Elég langyos, de sokat ne igyál, mert az a sok locspocs nem jó a gyomrodba. Na, mi az, Vladin? Úgy iszol, mint egy szivárvány. Elég, elég az Isten szerelmére. Szegény Vladimir, mártírja a hitvesi szeretetnek. 16 esztendeje áll ilyen soha meg nem szűnő gondozás alatt. S bármint erős férfi házasodott, azóta se beteg soha, mégis minden óráján várja a katasztrófát, mert a folytonos gyámolítás következtében a bolond lengyel maga is szentül hiszi, hogy egy levegő áram, vagy egy rossz falat. És vége van. Érzi, mindenütt érzi, hogy a természet ezer alakba ólálkodik körülötte gyilkos szándékkal. Vigyázz, Vladin, a kutya beletalál harapni a lábadba.
Az asztal alatt egy komondor rákcsál valami lehajított csonton, ott sonfordálva a vendégek lába között, távolabb a macska bernyákol keservesen, mint azt mondaná, adjatok nekem is abból a sok ennivalóból. Az úgynevezett amabilis konfúzió kezd beállni. Mindenki beszél, mindenki másról, másfelé, a szenátorok megint rátérnek a közügyekre, az akasztott ember esetéből származott konfliktusra, Babucsán és sopánkodik, hogy senki nem evett semmit, valóságos keserűségű emiatt a becsületes egyszerű arcán. A Teofil megoldozván nyelvét a vörösbor, miután Madame Crisbet úgyis a pap tartja, szóval felkiált, magára akarván vonni a közfigyelmet. Uraim, szenátorok, egy töredelmes vallomást teszek. Halljuk, miről? A kutyák öngyilkosságáról. Ez nevezetes kérdés, általános figyelem támad, még a papnak is abba kell hagynia a csevegést. Pszt, halljuk a kutyák öngyilkosságát. Egy idő óta ugyanis a környéken nagy szenzációt kezd okozni, hogy a Klempa kántor méhesében reggelenként egy-egy holt kutyát találnak, amelyik fegyverrel öngyilkosságot követel. Nem főbe, nem. Hát gerincen lövi magát. A gyilkos én vagyok, beszéli Klempa. Úgy szoktam eljárni, hogy a megtöltött puska csövét bedugom az üres mégköpű felső részébe, annak a belsejébe. A künmaradt felhúzott ravaszra madzagot kötök, azzal megkerülöm a puska fogantyúját, és áthúzván a madzagot a billentyű alatt, hasonlóképpen bevezetem a kas belsejébe, egy darab húst kötve a madzag legvégére. A kutya odajön, megszagolja a húst, bedugja érte a fejét a köpű belsejébe, természetesen húzikálni kezdi fogaival a húst. Mire dörren a puska, bum, bekövetkezik a haláleset. Homéri kacaj fogadja a furfangos kutya halált, amiből Ravucsán vonja le a morált legelőbb. Az öngyilkosságok kétségen kívül sokfélék, de a legborzasztóbb lehet a szomjúság által előidézett öngyilkosság. Ígyunk, uraim! A poharak összekötött annak a vidám csengésbe egy hang vegyül. Ej, Vladim, Vladim! Ez a Slimiszkiné hangja, aki nem jó néven veszi, hogy Vladim is a pohárhoz nyúlt. Tőle viszont nem jó néven veszi Mokri a Stukker jegyzősegét, hogy tacára az érdekfeszítő témának, amelyel mulattatta, figyelmével örökké a férjéncsünk. Megállt az az erős szivar, Vladin. Tedd le már! Néhány szippantás is elég lehetett már. Sok apró cseprő dolgom volt tetejében, még ezt a ruhát is hazahoztam a kecskétül, ami most rajtam van. Csodálattal vegyes gyönyörűséggel nézett végig sötétkék új ruháján. Ki tudja már, hányadszor ma este. Csinos ruha, hol vette? Mérték után csináltattam a kléner szabónál, tulajdon testemre szabták. Hogy volt? Gácsi posztó ám, ez olyan erős, hogy a víz se hat át rajta. Nappal kellene megnézni. Hazám, de vajon sokba került-e? Felelgette a lengyel menyecske szórakozottan. Láttam az érintetlen posztó véget, rajta volt még a sárga kezdődése is. Ott voltam, amikor szabták. Na, valami különös játéka van a napsugarak mellett. Jó, de az árát kérdeztem. Azonban nehéz volt Mokrit a maga vágányából kicsökkenteni. Mikor ő az új ruhájáról beszélhetett, a klénernek van egy szabásza, valami Kupek nevű, azelőtt Bécsbe szabott valamely udvari szabónál, ez a Kupek így szólt hozzám, ne sajnálja a pénzt, Mokri úr, mert ez olyan szövet, hogy a bőr is elbújhat előle. A pincsa meg, Erdészné asszony. Na puha, akár a sejem. Vladim fiacskám, jó volna, ha a helyet cseréni velem. Ott könnyen ér a léghúzat, amikor az ajtót kinyitják. No, itt vágsz olyan dacos fancsari arcot. Talán bizony ellenkezel vele? 1, 2, 3, ülj át, Vladim! A szeretett mártírja helyet cserél a feleségével, és most már Slimiszkiné a másik oldalra kerül, igen, a fiatal Vibra ügyvéd mellé, aki főleg Veronkával van elfoglalva. A bakfisnek is bezzeg, mintha a nyelvét vágták volna fel, úgy elcsacsog a Gyurival. A híres okos ember, akiről azt mondják, hogy Beszterce bájnak követelsz valamikor, olyan feszült érdeklődése hallgatja, mintha egy püspök beszélne. A világért se venné le róla szemét, csupán akkor egy pillanatra, ha Veronka veti rá a magáét. Halkan beszélgetnek, azt hinni az ember, hogy tudja Isten milyen főben járó dologról, pedig merő bolondságról folyt a szó.
Hogy mit szokott Veronka csinálni napközben? Hát olvas, sétál. Ebből kisarjadzik a másik kérdés, hogy mit olvas? Hol sétál? Veronka elmondja a könyveket. Azokat mind elolvasta a Gyuri is, és kezdik felemlegetni a regények hőseit, mint közös ismerőseiket. Elemért, a Sast, Berend Ivánt, Anker Schmidt Erzsikét, Béldi Arankát. Bizony nagy csacsi volt az a Béldi Pál, hogy nem fogadta el a fejedelemséget. De hát, ha mégis jót tette, mert ha elfogadja, miből támad akkor a szép regény? Majd Glogova után kérdezősködik az ügyvéd, hogy unalmas-e nagyon? Veronka csodálkozva emeli rá sötét kék szemét. Hogy volna Glogova unalmas? Mint azt kérdezné valami tudatlan ember, hogy unalmas-e Párizs? Van-e Glogován erdő? De még milyen erdő van? Szokott-e arra kijárni? Szoktam bizony is. És nem fél? Mitől? Hát ugye az erdőnek vannak néha olyan lakói, ha a mi erdőnk lakói ellenkezőleg tőlem félnek. Ugyan magától is lehet félni. Mert én fogdosom őket. A zsiványokat, ugyan menjen. Mindjárt a kezére ütök, ha ilyet mond. Isten, no, itt a kezem. Majd, ha még egyszer olyat mond, én a lepkéket fogdosom az erdőben. Vannak szép lepkék. Diákkoromban nekem is volt gyűjteményem, még most is van néhány példány, de már erre elfogta a Veronkát és a dicsekedési vágy. Ha az én gyűjteményemet látnál, van abban már minden, gyászpalást, admirál, popmacska, Apolló. Kár, hogy az Apollónak el van hasadva az egyik szárnya. Hát, hébéje van-e? Van, pedig olyan nagy, mint a tenyerem. Nagy is a maga tenyere. Mutassa. Veronka kitette a tenyerét az abroszra, bizony csöppecske volt, de olyan finom fehér, mintha valami rózsából lenne lehasító egy szirom. Van egy öles a Liliputia kországában, jegyzi meg az ügyvéd enyelgő hangon. Elkabbál egy upaszálat, csintalanul mérni kezdte vele a szélességét. Mérés közben vigyázatlanul hozzáért a saját ujjaival, mire a bakfis összerezzent, visszahúzta kezét, és a vér az arcába szökött. Nagy hőség van, mondá folytott hangon, a tenyerét kigyúlt arcához tapasztva, mintha csak azért rántotta volna vissza. Valóban átmelegedett a szoba, ragadta meg a szót, Sliminskiné. Gombolt ki a kabátodat, Vladin! Vladin fújt egyet, és kigombolta a kabátját. Veronka pedig visszatért a lepkéjéhez. Valóságos sportom a lepkefogás. Olyan lehet, mint mikor a férfiak a vadat űzik. Én is lelkesedem a lepkékért, bizonykodik Gyuri. Mert csak azok csak egyszer szeretnek. Én másért szeretem őket. Csak talán nem azért, hogy bajuszuk van, Veronka durcásan fordította el a fejét. Vibra úr maga, kiállhatatlan kezd lenni. Köszönöm a vallomást. Miféle vallomást? Hát azt, hogy kiállhatatlan kezdek lenni. Következésképpen eddig nem voltam az. Aha, itt lenni. Ez az a bizonyos provokátori fogás. Olyas valamit belemagyarázni valakinek a szavaiba, amit az nem mondott. Magával veszedelmes beszélni, tudja? Egy szót se szólok többet. Gyuri könyörögve tette össze a kezeit. Nem teszem többet, soha többet, csak beszéljen. Komolyan érdeklik a lepkék? Becsületemre mondom, az oroszlánok, a tigrisek se érdekelnek e percben annyira, mint a lepkék. Lássa, a lepkék olyan szépek, mint valami gyönyörűen felöltözött asszonyok. Milyen ízléses összekeveredés a színeknek. Én úgy nézem a szárnyaikat, mintha meg annyi mintázott szövet lenne. Vegyük például a hébét, a fekete-piros alsó szárnyai nem pompásan illenek-e a sárga kékes felsőköz? Éppen olyan fölséges összhang van a papmacska tarkabarkaságában, amilyen ünnepélyes komoly hangulat a gyászpalás, kékpettyes, sárga szegélyes, barna toalettjén. Higgye meg, hogy a híres párizsi vorsz is eljöhetne az erdőre, a pillangóktól tanulni az öltözködés művészetét. Lassabban, lassabban, Vladin! Kiállt fel a percben Sliminskinél. Hány tüdőd van? A helyi levelekre elég 3 krajcáros márkát ragasztani. Sliminski Vladimir ugyanis fajka szenátorral bocsátkozott vitatkozásba arról az aktuális témáról, hogy mi lenne, ha az embereknél a hallás érzéke hiányoznék. Olyan hangosan feleselének e felett, hogy a szerető hitves nem állhatta Vladin tüdejének ezt a fölösleges pocsékolását rendre utasító szózat nélkül hagyni.
Egymás mellett ülnek, és mégis kiabálnak. Zsörtölődik nagy fejcsóválással, mintha 15 krajcáros márkát ragasztanának helybeli levelekre. Ó, Istenem, Istenem, mikor lesz már egészen okos az emberiség? E percben fölemelkedett Konopka szenátor, és felköszönti a házigazdát, bábaszék a regenerátorát, teljesen olyan vékony reszelős hangon, amilyen a Mravucsáné volt. Szinte azt lehetett volna hinni, hogy valaki a szemét behunja, hogy maga Mravucsán dicsőíti önmagát, ami zajos derültséget okozott. Erre aztán felugrott Mravucsán, és visszaállott a poharával Konopkára. Éppen azon mozdulatokkal, grimaszokkal és szempislogásokkal, amint Konopka szokott beszélni. Ezen is nagyot nevettek, pedig ilyen formán csinálják ezt a királyok, kismidőn udvariasságból egymás ruhájába jelennek meg, de azokon senki nem benne nevetni. A tosztok most nagy szaporaságban eredtek meg. Fölszabadítottad láncaikról a kutyákat, súgta Konopkának Fajka. Mokri a háziasszonyt értette, Januskán újból felállt a felesége és a maga nevében a vendégkoszorúért ívott. Köszönetet mondván szíves megjelenésükért, megjegyzi, hogy a meghívottak közül csak az egy müncné nem jöhetett, mert belejött este felé a lábába a köszvény, nem csoda. Sokat csötlött-botlott ma vásár idején a szegény öregasszony. Ürüti poharát, bábaszék távol levő zsidóasszonyáért. Zajos, lelkes éhenzést támadt, mennek lecsillapultával, Szluminszki Vladimir kiáltott fel. Most már én teszem le a garast! Vladin, ne beszélj! Intette le a neje. Ne beszélj! Át a tüdődnek a hangos beszéd. De Vladinnal nem lehetett most bírni. Mindenre képes az ember a papucs ereje alatt. Begombolkozik, kigombolkozik, nem eszik, nem iszik, de hogy valaki a benne lévő tosztot el ne mondja, ekkor engedelmesség ismeretlen a magyarországi análékban. Evelem poharam, uraim, a legszebb virágszál ebben a társaságban, Urunk Jézus Krisztus hugocskájára, az ártatlanság bárányára, kiért Isten csodát művet mondván a szolgájának, eredj hamar, Péter, ne hagyd a kicsikét megázni, éjjel sokáig, béjj, Veronka kisasszony! Veronka piros lett, mint a bíbor, kivált, mikor a vendégek felugráltak, és oda mentek rendre kezet csókolni, némelyik le is térdelt előtte, ha a vallásos Mravucsánné pedig lehajolt a földig, és a szoknyája szegélyét érinti ajkaival. Gyuri először azt hitte a bolondos epitetónok hatására, hogy az erdész őrült meg, de most az egész társaságot látván megbolondulni, csodálkozással vegyes zavar és valami különös kényelmetlenségi érzet lepte meg. Miféle csodatételről beszélt a kedves férje? Szólt Szliminszkinéhez fordulva. Szliminszkiné összecsapta a kezeit. Hogyan? Hát ő nem tudja, igazán nem tudja, de ez lehetetlen. Megvan az már nyomtatásban és a tót versekben. Mi van meg nyomtatásban? Hát az esernyő története. Vladin, nagyon kimelegettél, olyan vagy, mint a rák, izzadsz is. Ne adjam oda a legyezőmet. Miféle esernyői? Sürgeti az ügyvéd türelmetlenül. Hát no, az érdekes, hogy maga semmit sem hallott erről. Hát az úgy történt, hogy amikor a szép szomszédnője kicsi gyerek volt, egy kosárba künfelejtették valahol a paplakudvarán, testvérbátyja a glogovai pap bement, imádkozott a templomba, nagy vihartámat és felőszakadás, ez alatt a vékony dongájú gyerek bele is halt volna, tüdőgyulladást kap, vagy mit tudom én? Vagy mit tudom én, milyen baja eshetik, ha csoda nem lép közbe. Honnan jött, honnan nem jött, egy ősz ember termett ott, mintha csak a mennyből pottyant, Isten küldöttje lenne, egy esernyőt borított a lányka fölé, az én esernyőmet. Tört ki az ügyvédből önkéntelen. Mit? Semmi, semmi. A vér sebesen nyargalt erejében, szíve hangosan dobogott, kezeivel türelmetlenül kalimpált a levegőben, el annyira, hogy ő is feldöntötte a poharát. Keresztelő, még egy keresztelő! Újjongtak vidáman szerte. A bortócsa Szliminszkiné felérette folyását. Gratulálok, erdészni asszony! Ingelkedett a tiszteletes Rafanides úr. Szliminszkiné lesütötte szemeit. Nem igaz, rebegte szégyenlősen. Ugye, Vladin? De az ügyvéd nem hagyta, hogy újonnan felmerült sületlenségek fölfalják az ő nagy témáját, amelyen dolgozott. Közelebb húzta székét a menyecskéhez.
Hát aztán? Lihegte lázasan, izgatottan. Az őszember eltűnt, köd előtte, köd utána, nem maradt semmi nyoma. Akik egy perce látták, felismerték benne a nagy szakállú Szent Pétert. A műzsidó volt. Mondott valamit? Gyuri ajkaiba harapott, restelte magát, hogy ismét hangosan gondolkodott. Semmi, semmi, folytassa kérem. Nos, Szent Péter tehát eltűnt, de az esernyő ott maradt, és megvan? Kérdi Mohan. De megám, úgy őrzik azt a globovai templomban, mint egy kincset. Hála Istennek! Nagy lélegzetet vett, mint akinek a szívéről mázsás teher esik le, gyöngyöző homlokát megtörülte zsebkendőjével. Megvan, motyogta, és meretten nézett a levegőbe, azt hitte leszédül a székről. Minden tudott, s a nagy szerencse egyszerre összemorzsolta. Valami merevedést érzett a nyakcsigolyáján, és szorongatást a szíve körül, lankasztó búgást támadt körülötte a levegőben, és kié most az esernyő, templomé? Tudakod a gépésem. Lehet még a magáé is, csintalankodik a menyecske. Veronka magával viszi a férjéhez, így mondta nekem egyszer a gogolai tisztelendő úr. Az esernyő a húgom, ha ugyan oda nem ajándékozza férjhez menetelkor a templomnak. Nem, nem, rászta fejét az ügyvéd, zavart tekintetét körüljártatva, tétován, mintha nem lenne teljesen eszénél. Nem engedem. Azaz, mit beszélek? Igen, igen, miről is van csak szó? Borosz a melegem van, mindjárt megfulok. Rabocsánul kérem, nem lehetne egy kicsit kinyitni az ablakot? Hát dehogy ne! Rabocsán az ablakhoz futott. Gondold be a kabátodat, Vladin! Hűs tavaszéi levegő ömlött be az ablakon, egy pajkos széláram bolondjában egyszerre eloltotta mind a két gyertyát. Szabad a sok! Kiáltá a kujon, klempa a nagy sötétségben. Az ablakba egy orgonák hajlott be a kertből, gazdag virág fürtjeitől, szerelemre ingerlő illattal telt meg a szoba, cserébe a kitoltuló szivarfüstért. Madame Crisbé felsikoltott, hihetőleg a sötétségtől megijedve, de a sejma klempa igyekezett az ártatlan körülményt felhasználni egy gonosz közbeszólásra. Becsületemre mondom, nem én voltam. Rejtelmes vihogás támadt körös körül, a sötétbek különben is rejtelmesebbek az elnyomott félkacajok. Sliminskiné ellenben demonstrálni akarván addig is, míg a gyertyákat meggyújtják, hogy ő fölül áll az ilyen bárdolatlan érceken, elfogulatlanul folytatta az esernyő történetét, amivel egyszer mint azt is bebizonyította, hogy beszél a szájával, tehát semmi másra nem használja. Szép kis legenda ez, Vibra úr, tessék elhinni, én nem vagyok hiszékeny asszony, azon felül luteránusok vagyunk, ám bár nem szokás ezt bevallani, de ez mégis igen szép legenda, az esernyő igazi csoda dolog. A betegek meggyógyulnak, alája lépnek, egy halott feltámad, akit az esernyő érintett, nyilván csúfálja a fejét, ez így van. Magam is ismertem azt az embert, még ma is él, és általában megfoghatatlan, hogy mi minden történt ebben az esernyővel, maga az, hogy szerencsét és nagy gazdagságot hozott a golgovai paplakra. Rémítő gyanú fogta el Gyurit, amint újra meggyújtak a gyertyák nagy lobogással, látni lehetett, hogy olyan sápat az arca, mint egy halotté. Gazdag a pap? Kérdi halkan, kísértetésen villogó szemekkel. Nagyon gazdag, felelte Sliminskiné. Még közelebb hajolt hozzá, s hirtelen megragadta a kezét görcsösen. Sliminskiné nem tudta, mire vegye. Ha legalább előbb tette volna, értené, de most már égnek a gyertyák. Ugye, talált valamit az esernyőben? Szólt erre, lihegve. Sliminskiné negédesen vonogatta a csipkebetéten keresztül kicsillanó fehér vállát. Hely, ugyan, mi lehetne egy esernyőben? Nem kaplan az, vagy vasas láda, hanem messze vidékre odajárnak, hogy 14 év óta házasulandó párok, és az esernyő alatt egybekelnek, és fizetnek gazdagon. Aztán amennyi vagyonos beteg és halott van a Bielavoda mentén, a Szitnyától egészen Krivánig, azokat mind a glogovai pap gyontatja halálos ágyukon, és temeti holtuk után az esernyőjével. Veronka, akinek Ravucsánné mutogatta be a hímzett abroszait, meg a fölséges lenvásznát, csak most kezdte észrevenni férfivel, hogy a szomszédjai miről tárgyalnak. Ha mi esernyőnkről beszélnek? Kérde elfogadatlanul, kedvesen a széken himbálózva. Gyuri és Sliminskiné összerezzentek.
Igen, kisasszony, mondta az erdészné némi zavarral. Gyuri gúnyosan mosolyogott. Nos, kérdé Veronka, ön látom, nem is hiszi. Nem. Haha, mondta a lányka egy szemmerhányó tekintettel, és miért? Mert semmi ostobaságot se hiszek el is, mert itt nagy dolgot akart kikottyantani, de szavait úgy szólván elmetszette az a sértődés, megriadás, mely a lányka egész valójából látszott. Összehúzta magát, mint a madár, ha egy tollát kitépik, csöndesen elfordította a fejét, és hallgatókon bámult a tányérjára, melyben a klenóci osztyepka lehámozott hajazöldelt. Gyuri is elnémult, pedig úgy csiklandozta, úgy ösztökélte valami, hogy ugorjék fel és kiáltsa ki, gazdag vagyok, úr lettem, amaz esernyő nyelében vannak elrejtve a kincseim! Különös az, ha nagy szerencse éri az embert, hogy az első vágya, mert vágya még mindig marad, ha minden vágya betelt is, a közlés. Harsonákat szeretném megfúvatni, heroldok kiáltsák ki a nagy esetet, hallja az egész világ. De ha ilyen az első érzés, a második már a kételyé. A legnagyobb szerencse mögött is ott ólálkodik a barázdán egy árnyék, egy kellemetlen hátha. Gyuri is látott még ilyet. Hogy néz ki az a bizonyos esernyő kisasszony? Veronka elvigyeztette ajkait, mintha nem tartaná érdemesnek ebben a tárgyban szóba állni a kérdezővel. Bizony nem valami különös, szólt aztán bontatott hangon. Színhagyott piros kelme, mintha ezer esztendős lenne, folt is van rajta, nem tudom hány. Az alján körös körül apró zöld virágok? Látta? Nem, csak kérdezem. Igen, virágok vannak az alján. Szabad megnézni? Hát természetesen. Megnézi? Hisz azért megyek Logovára. Azért? Hogy értsem azt, ha nem hiszi az eredetét? Éppen azért. Ha hinném, el nem mennék. Maga rossz ember. Pogány. Elhúzta kissé a székét Gyuri mellől, amitől az láthatólag megilletődött, elkomorodott. Megsértettem? Kérdés szelíden bűnbánattal. Nem, nem, csak megijesztett. S gyönyörű ovál arca csalódást fejezett ki. Hát inkább mindent elhiszek, csak ne féljen tőlem. Veronka ajka körül mosoly suhant el. Vétek is volna nem hinni, vágott közbe Sliminskiné. Nem babona ez, megtörtént, bebizonyítható tények ezek. Aki nem hiszi, semmibe se hisz. Vagy igazak a Krisztus sodatételei, és akkor ez is igaz lehet, vagy... De már nem fejezhette be, mert Madame Crisbé asztalt bontott, kijelentően, hogy fáradt aludni megy, mire mindjárt felállottak, és Brabucsáné elvezette őt is, Veronkát is az udvarba nyíló két szobácskába. Gyuri az ajtónál oda settenkedett Veronkához, aki őnek is jó éjt biccentett a fejével. Korán indulunk reggel? Kérdé. Pajkos engedelmességgel hajtotta meg magát, fél oldalt görbítve hófehér nyakát, mintha el volna törve, amint parancsolja, Tamás út. Gyuri elértette a Tamás szót, és tréfásan viszonzá. Minden attól függ, hogy meddig alusznak a szentek. Veronka visszafordult a pitvarból, morcos arcot vágott, összeszorította a kis öklét, úgy fenyegette meg vele parasztosan Gyurit. Na megálljon! Gyuri szeme rajta veszett, hiszen olyan szép volt. Úgy illett az a fenyegető ököl a hamisnak. Ezt csinálják utána a szentek, ha tudják. Nem sokára hazaindultak Sliminskijék is. Brabucsán lámpásos embert rendelt nekik, mert nem volt holdvilág. Sliminskiné beburkolta Vladint egy tavaszi felöltőbe, afölé még egy köpenyeget akasztott, nyakát gyapjas nagykendőbe csavarta, és miközben meghagyta neki, hogy künt csak az orrán át vegyen lélegzetet, ráért Gyurival is csevegni. Valóban gyönyörű legenda az, engem legalább nagyon meghat. Ó, szegény legendák, felelte Gyuri, ha ráfújna az ember egy-egy ilyen szép legendár, s lefújná róla az aranyzománcot, a szent illatot, a titokzatosság füstjét, milyen furcsa, igénytelen valóság maradna az alján. Hát nem kell ráfújni, mondta az asszony. Gyűjtsd fel a köpenyed, gallódját, Vladin! Az ügyvéd elgondolkodott, talán igaza van, gyünnyögi elmerengő tekintettel.
Kisváltatva Gyuri is megkívánta az alvást, vagy a magányt, és kérte Revucsánét, jelöljön ki neki fekvőhelyet. Hát, elment a mágnes, dohogta a jegyzősegéd. Azik, hogy betette maga után az ajtót, Kukucska mészáros vígan felkurjantott. Elhúrt a félgese! Levette a kabátját, felgyűjtte duhaj módon a lovogós ingét, egy tetovírozott ökörfejet lehetett látni a mesztelen balkarján, aztán hamiskásan odakacsintott Mravucsánnak. Városbíró úram, elértél a dolgot? Igaz, igaz, bizonygatta sugárzó arccal. Nem lehet anélkül lefeküdni, hogy az ember ne tegyen próbát. Szeretik-e még az asszonyok? Ezzel kihúzott az almáriumból egy fiókot, a fiókból pedig kivett egy papli kártyát. A kártyával ugye hiányzott a zöld alsó, de az éppensége nem zavarta a bábaszéki intelligenciát. Már a múltkor is így játszották a preferálcot. Az utolsónak kevesebb jutvár egy kártyával az osztásnál, amely azonban képzeletben mégis nekijutott, s mint szellemi kártya szerepelt a játéknál. Ha zöld volt híváson, az utolsó képzeletbe adta az ütésre a zöld alsót, mondván, rajta van a szellemi alsó. Némelykor ütött is vele, kiváltva zöld volt a tromb. Ma azonban tekintettel a hiányzó kártyára egy kis parás felblikerekedett, mely jó éjfél utánig eltartott. A szenátorok játszottak, a mészáros meg a tiszteletes úr, a segédjegyző a kvaterkát hordta, a pénztelen klempa mindenütt a kántor a legszegényebb. Barlagon könyökölt hol itt, hol ott, mert egyik helyről a másikra kergették azon a címen, hogy pehes gibic, ami alapjában igen lehangoló és elkeserítő titulus, de mégsem becsületsértő. Költözött, vándorolt a szegény klempa játékostól játékoshoz, míg végre a mészáros és a tiszteletes úr közötti asztal csücskön lehajtál lankat fejét, és elaludt. Hosszú, tömött szakála szolgálván állának vánkosául. De egyszer s mind kellemetlen jövőt teremtett számára, mert a gézengus Kukucska pál azt indítványozzá széles kedvében, mikor egy nagy zsinót behúzott, hogy a klempa szakálát pecsételjék le az asztalhoz. Fölséges lesz, ha majd fölriad, és nem eheti az asztal. Nos, a mohón kaptak a finom gondolaton, Mukli tartotta a gyertyát, Kukucska viszont a viasz csöpögtette rá, vagy három helyen a szakállára, maga Mravucsán pedig a pecsét gyűrűjével oda nyomta az asztalhoz. Ha nem hiszen lesz ebből nagy parádé. Más, de szintén nem valami nagyon nevezetes epizódok is történtek. Madame Crisbé, akit a saját szobájába szállásolt, Mravucsánné, nem mert befeküdni a dunyha tengerbe, attól félt, hogy belesüppen és megfullad. Minden áron paplant kíván. Mravucsánnénak nem volt. Leleményes angol ésszel azonban elhozta az ura nagy szőrű bundáját, és ráterítette a madámra, amitől az úgy megijedt, hogy migrént kapott, egész éjjel tormát kellett a halántékára rakni. A Veronkának más kellemetlensége esett, amit magára maradtam Mravucsánház legszebb szobájába, bereteszelte belülről az ajtót, hogy senki se nézhessen be a kulcslukon. Egy mantillát akasztott a kirincsre, befüggönyözte a kis ablakot, mely az udvarra nyílt, azután hozzáfogott a vetkőzéshez, kibontotta elő mellénykéjét, egyik kapucs a másik után engedett, mire engedelmeskedtek a halcsontok is, visszaadván a mell és a derék igazi formáit, százszor szebbeket a sejtetteknél. Az utolsó kapocs is pattant, mely a felső szoknyát tartotta, megszorítván a csípők felett, és erre a virágos, fodoros rokolyácska kezdett alácsúszni, mintha a rózsabimbóról lehasadozik az íri zöld burkolat. Hult-hult a szoknyácska lefelé, súrolva vakító fehér alsó szoknyáját, már-már annak a zsinórját is meghúzta volna, mert az alsó szoknya nem volt bekapcsolva, de felkötve, midőn rémülve veszi észre, hogy két apró veres szem van rámeredve. Egy kis iromba cica jött ki az ágy alól, az nézte, de úgy nézte, olyan nagyon nézte, kíváncsian, érdeklődéssel, mint egy macskává elátkozott királyfi lenne. Veronka ilyetten kapott a széteresztett mellényéhez, hirtelen lehajolt, s a másik kezével felrántotta újra a lecsúszott szoknyáját, melyből már éppen ki akart volna lépni. Miközben majd csengő, majd parancsoló hangon korholta, riasztotta a macskát. Mars, cica,
csúnya cica, ne nézz ide, cica! A bakfi szégyenkezett levetközni a macska előtt. Újra felöltözött egész rendesen, és próbálta a macskát kikergetni, de az elbújt a bútorok mögött, felugrott a szekrények tetejébe, hiába volt a kergetőzés vele. Nem lehetett a szobából kitúrni. Rabucsáné asszony figyelmes lett az öreire, átszólt a szomszéd szobából. Mi baj a kisasszonykám? Nem tudom kikergetni a macskát, Rabucsán néni. Hát semmi, a szívecském, a benn marad is. Jó ártatlan állat, de mikor lát? Felelte Veronka szorongva. Elrótotta most a gyertyavilágot, sötétben akadt vetközni, de a fránya macska megint kijött a szoba közepére, és szemei még jobban villogtak a homályban. No, megállj, kíváncsi cudar, mindjárt kifogok én rajtad. Barikádot csinált a székekből, se barikád mögött, mintha a várában lenne, melyben nem lehet belátni, az ágy szélére ülve, keresztbe rakta lábacskáit, mindenek előtt kifűzvén a cipellőjét, kip-kop, koppant az egyik topán, amit lehúzta és a padlóra ejtette, kip-kop, koppant a másik is. No bizony, imponált is a macskának a székes vár, tip-top, egyet ugrott, kinyújtózott testtel, s ott volt a slinged, abrosszat, beterített mosdóasztalkán, tip-top, még egyet ugrott, s ott volt a Veronka ágyán, a vánkos a közepén. Ha nem hiszed, nem jó közel jönni? Itt vagy most már, macska koma? Hamar csak hol van egy kendő? Majd adok én neked nézelődni, mikor a lányok vetköznek. Tudod-e, hogy ez nem illik, cicuska? Talált egy vastag gyapott kendőt, bekötötte vele a macska fejét, két rét a szemetáján, most lássál már, na, ha tudsz. Így kezdte el újra a vetkőzést. Az éj tanácsot ad. Míg buhókás apróságok foglalták el a fehér népeket, és míg Klempa úr lepecsételt szakállal aludta az igazak álmát, senki nem álmodhat szebbeket, mint egy szendergő gibic, addig Vibra György gondolatokba merülve virrasztott. Levetkőzött, lefeküdt, de nem aludt. Az ő levetkőzése, nem értóztassanak megijedni, nem lesz leírva részletesen, mert az megbotránkoztató jelenet a művelt emberi fogalmakban, hogy miért? Hát, tudom is én. Csúnya, tehát leírhatatlan. A nő levetkőzésében poézis van. Ha jól van írva, a női test finom, bolondító illatát érzi ki a betűkből az olvasó, a nyomdafesték helyett. De egy férfi levetkőzése, fúj, említeni sem merészelem. A szoknyához akár ódát, ditirambot szabad írni, de a nadrágnak kimondhatatlan a neve is. És miért? Hát, Isten tudja, és mit bizonyít? Talán azt, hogy a férfi inesztetikusabb teremtmény a nőnél. Alkalma sincs csak azt, hogy aki az illőt és illetlen kigondolta, nagy szamár volt. De végre is rosszabb dolog ennél, hogy hősünk nem aludott. Nem a gyomra volt megterhelve a Mravucsánné ételeitől, hanem a lelke, agyveleje telt meg a mai nagy eseménnyel. Mint alaptalan zűrzavar kóvágott a fejében a sok mindenféle benyomás. Néhány óra alatt, mintha néhány esztendőt élt volna át. Szent Isten, milyen réges régen volt még, amikor a Münzné padlásán kereste az esernyőt, most végre megkerült. Gondviselés szerűen bukkant rá, az Isten egy angyalra bízta. Itt az esernyőről az angyalra siklott át az esze. Csinos kis jószág meg kell adni. Egy csöppet se kellemetlen, pedig ezek a többi kisasszonyok, akik a kamasz évekbe járnak, feszesek, élettelenek, mesterkértek, nincsen bennük semmi természetes. Veronka kivétel, Veronka helyes kis bakfis, és mintha rokon szenvezne is vele egy kicsit. Visszaidézte elejétől fogva minden szavát, úgy szólva minden mozdulatát, mely ránézve kedvező volt, és újra meg újra átélvezte, hát csak még több méz volt benne, most, hogy harmadszorra vagy negyedszerre, de amint ment a színes fonalon visszafelé, összerakva mosolyt, elejtett szót, meglágyult hangot, önfelett pillantást, ösztönszerű taglejtés is, milyen édes gyűjtemény volt ez. Hát talált közte közönyt, hidegséget is, elcsüggetten, mint egy erőszakkal, áthajította magát az ábrándozás palánkján, a színarany valóságba, az esernyőhöz. Bizony szerencsésnek érezheti magát, és nem szükség tacskó leányzók életlenségeit találgatni,
Úgy éli majd a napjait, mint egy herceg, eljárt télen át Budapestre vagy a Rivierára, nyáron át Ostendébe, Monakóba. Szóval nagy úr lesz, aki oda se néz holni paphugoknak. No, csak mindig visszatért a gondolata ahhoz a ficsiricsi Veronkához. Álom nem jött a szemhéjaira, hogy is lehetne most aludni. Úgy röpködtek előtte a szebbnél szebb életterrek, mint a lepkék, a glogovai erdőben. Ő csak kergette őket, egyre kergette. Csak már virradna, hogy mehessen, mozoghasson. A zseborája vígan ketyegett a feje mellett lévő asztalkán, megnézte, éppen éjfél múlhatott. Lehetetlen, hogy még csak ennyi legyen, talán rosszul jár, valahol a harmadik udvaron egy kakas kukorékot, mintha mondaná, jól jár az órája, Vibra úr, jól jár. A megfagyott birkából itt hangzott elmosódva muzsika, valami dohaj pásztorember előénekelte keservesen a híres Tóth Juhász dalt, melynek az eleje pongyolán fordítva ilyes forma hangzik, nem a juhász az, aki a mélt húst kedveli, nem azért a birka, aki fölneveli. Gyuri szivarra gyújtott, s a bodoros füst mellett ez a bolond nóta a gondolatjának szép piros szövetjét a visszájára fordítá. Csak ugyan sokszor nem azért a birka, lám, ez az esernyő is honnan került elő? Az, hogy még meg se került, hiszen nincs még a kezébe, sőt, ha jól felvesszük, nincs is valami sokkal közelebb hozzá. Eddig attól tartott, hogy mint jelentéktelen rongyot eldobták valahol a szemétre, ahol megrohadt, és azért volt kevés reménye hozzájutni. Mi történt most? Mindössze megfordult a dolog. Most már az a baj, hogy valóságos klenódium az az esernyő templomi erekje. Lássuk csak, hogy lesz, mint lesz. Mit mond majd ő a glogovai papnak holnap? Azt, ahogy eljöttem az esernyőmért, a pap bizonyosan kineveti, mert vagy bigot rajongó, és akkor szentül hiszi, hogy Szent Péter hozta a hugának, vagy ámító farizeus is, akkor nem bolond, hogy hagyja magát lelepezni. Kün szél mozdult, haragos délrel, durral besűvített a rossz ablakú, rossz ajtajú kamrába, ahová Braucsánné hálásra helyezte. A bútorok is mozogtak, ropogtak. Jól lehetett hallani a Liskovina erdőség távoli zúgását. Ugyancsak dolgozik benne az akasztott ember, akit Mravucsán említett? Gyuri ismét elolutotta a gyertyát, melynek lángjával kellemetlenül vincselkedett a szél, bebújt a paplan alá, behunta a szemét, képzelete meghízott a sötétben, látni vélte az akasztott embert, amit hajladozik ide-oda a fán, vigyorogva bólogat feléje, igen? Bizony, kinevetik Vibra úr a glogovai parókián. Átkozott bonyodalom, hajtogatta magába, nyugtalanul hánykolódva a hótiszta párnák között, melyekről a tavaszi napfény meghatározhatatlan illata árad ki. Nem hiába voltak ma a lészán kiterítve? Mindegy, szőtte a gondolatait. Az esernyő mégiscsak az enyém, hisz be lehet bizonyítani végső esetben a bíróság előtt is. Tanurász, Tolarik, Münzni, a fiai, egész Besztence városa. Itt egyszerre felkacogott keserűen, azaz, de hogy lehet bizonyítani, hol jár az eszem, hiszen az az elnyő nem az enyém, a Münzéké. A Münzé apja vette rendes árverésen a Gregorics hagyatékából, a haszna vehetetlen holmik között. Az az elnyő tehát Münzéké, engem csak az illet, ami a belsejébe van. De lehet-e azzal is előállnom? Mondhatom-e a papnak, főtisztelendő úr, az esernyő nyelében van egy 200 vagy 300 ezer forintos bankutalvány, ez is csak kérem ideadni, mert engem illet. Gyuri most elkezdte sorba elemezni, hogy mit tesz erre a pap? Vagy hiszi a szent legendát az esernyőről, és így szól, eredj a pokolba, majd bolond Szent Péter, hogy neked bankutalványt hozzon a mennyekből. Ha pedig csak ugyan kísértésbe jön, megnézi, és benne találja a felnyitható nyélben, akkor azt mondja, ha mégis hozta, hát akkor bizonyosan nekem hozta. Kiveszi az utalványt, és ő maga értékesíti. Miért is adná Gyurinak? Hát mivel tudná bizonyítani, hogy az az övé? Majd így okoskodék hősünk tovább. Talán beavassam élettörténetembe? Elmondjak szegről végről mindent, anyámról, atyámról, halálozási körülményeiről? Hát tegyük fel, elhiszi, alfától omegáig. Hát mit érez?
Kiviláglik-e mindebből, hogy a kincs az enyém? Na, bizonyára nem. De ha belátná is, hogy az enyém, ide adná-e? Hiszen a pap is csak ember, perejem talán, ha ide nem adja. Nevetséges. Az utalván kiveszi szépen, és milyen bizonyítékkal álljak én aztán elő, hogy az esernyő nyélben benne volt. A verejték csurgott a Gyuri homlokáról, a vánkosát harapta dühében. Ilyen közel lenni az örökséghez, és mégis olyan mérhetetlen távol van tőle. Fekete éjszaka, adj tanácsot. És az éjszakához érdemes folyamodni. Jól tette Gyuri, hogy ő tőle kért tanácsot. A tépelődők és gondolkodók jó barátja ő. Az aranytanácsok közé lehetne írni, minden nagy dolgodat gondold meg éjjel is, ha bár már nappal határoztál felőle. Mert az embernek van éjjeli esze, nappali esze. Hogy melyik a jobbik? Azt nem tudom. Hanem, hogy tökéletes egyik sem, az gyanítom. A nappali verőfény szövi, mint egy takács, a maga színeit a gondolatokba. Az éjs közéjük hullad fekete szárnyéból egy-egy tollazatot. Festenek, pepecselnek, nagyítanak, kicsinyítanak, tehát falsifikálnak mind a ketten. Igen, hamisítanak. Az éj szebbnek mutatja kedvesed alakját, mint a minő. Ellenségedet erősebbnek, bajodat nagyobbnak, örömedet kisebbnek. Nem szép eljárás tőle, de hát az éj szuverén, nem tartozik felelősséggel senkinek. Vedd olyannak, amilyen. De nem ellőzd, jámbor tűnődő, amikor az igazságot keresed? Hát az le, hogy keresed te az igazságot. Ha szembe jönne és kikerülnéd? Rosszul fejeztem ki magam. Nem ellőzd az éjt, amikor a kivezető utat keresed. Csak látszólagosan hallgat ő. Úgy súg neked, hogy észre se veszed. Ha nem teheti másképp, Lábújhegyen csendesen elhozza az álmot. És abba göngyölgeti kimeríthetetlen leleményességgel, amit tanácsol. Egyszer csak elállt a szél, a muzsika elhalt, a megfagyott birkánál, a kocsmánál. Gyuri nem hallott többé, csak lassú, ritmikus zsongást. Aztán úgy rémlett neki, hogy más vidéken jár, a glogovai erdőbe lepkéket fogdottnak Veronkával. Amint mennek, mendegélnek a csalitok között, elüdük toppan az ösvényen egy öreg ember, kunkorgós aranybottal, glóriás félkörrel a feje fölött, s kalapja madzagra akasztva lóg le a nyakáról. Ön Vibra úr? Kérdi az aggasztján. Igen, és ön? Én Szent Péter vagyok. Mi tetszik? Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára, az én javamra. Értesültem, hogy nem juthat az esernyőjéhez. Gregorics barátom megkért, hogy segítsem ki, tehát szívesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasszonynak. Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba. Az nem lehet, annyi időm nincs. Tudhatja, hogy én a kapunál állok strázsát, mennem kell. De hát akkor én mit csináljak, miképp jussak az esernyőmhöz? Szent Péter vállat vonva visszaindult a szederindás ösvényen. Egy irdatlan nagy cserfánál mégis megállt, és intett Gyurinak, hogy jöjjön közelebb. Gyuri szót fogadott. Tudja mit, barátom, ne okoskodjék sokat, vegye el Veronkát feleségül, s vele együtt magáé lesz az esernyő. Jöjjön, mondta Gyuri, és megfogta erősen a szent palástját. Kérje meg számomra. Húzta Gyuri, de ebben a percben, mintha valami erőszakos kéz megragadta volna hátulról, s rettentő erővel magával rántaná. Felébredt. Kopogás hangzott az ajtón. Szabad, mormogta gépiesen ködös fejjel. A mrevucsánék szolgálója nyitott be ásítva nagy kosztrosan. Bejöttem a cipőkért. Gyuri kitörülte szeméből az álmot. Reggel volt, az ablakon sugár nevetett be. Emlékezete gyorsan futott végig az illanó álom részletein. Még szinte látni vélte a foszladozó ködben a részletek halvány vonalait. Minden olyan eleven friss volt még. Úgy szólván haraszt recsent még a Szent Péter talpa alatt.
S ünnepélyesen kongott a jóságos hangja. Vegye el, barátom, a Veronkát feleségül, és akkor magáé lesz az esernyő. Különös egy álomlátás, tűnődött Gyuri, és mennyi logika van benne. Hát ez magától is eszembe juthatott volna. Mintha nem magától jutott volna az eszébe. Az éj csak parancsolt. Jöjj álom, építs neki összefüggő mesét abból az anyagból, ami benne forrad. Mire Gyuri felöltözött, nem volt már nagyon korán. Az egész Ravucsánház izgett, mozgott, mint a népes köpű. Egyik köcsögöt vitt, másik szűrőszitát, a kifejt tejjel bajlódtak. A kapunál, melyet az éjjeli szél kiszakított az ütközőjéből, ott pipázgatott a Gyuri kocsisa, és segített csodálkozni a többieknek a szél erején. Észrevevén urát, megemelintén nyalkas trucztollas kalapját, befogja? Nem tudom még. Hullá, kislány! Fölkeltek a kisasszonyék? Már reggeliznek is a kertben, felelte egy szarvas termetű fehér cseléd, aki egy tepsit vitt forralt tejjel. Tessék erre jönni! Akkor hát, befoghatsz, János? Egy diófa alatt nagy kerek kőasztal körül találta Gyuri valamennyiüket. Már a reggeli végén voltak, csak még a madám rákcsálta a pirítós kenyereket. Nagy nevetéssel fogadták, Veronka felkiáltott pajkosan, itt jön a friss ember, de már a friss ember titulus nem hagyom, ellenvetém Ravucsán. Az engem illet, mert én le se feküdtem, egész reggeli kártyáztunk, a szegény Klempa még most is ott alszik két könyökével az asztalon, a leragasztó szakálával. Szép is olyanokat tenni, pirongottam Ravucsánné. Jó reggelt, jó reggelt! Mindjárt kedvet fogtak Gyurival, Veronka is felállt, és csintalanul hajladozott. Jó reggelt, friss ember, jó reggelt! Na, mit nézem olyan nagyon? Nézem, mondta zavartan Gyuri, a leány szépségén felejtve a szemeit, hogy mennyire megnőtt az éj alatt. Tényleg még kislány volt. A maga szeme káprázott. Káprázik az ma is, amert még álmos. Hát ilyenkor kell felkelni. A játszi enyergő hang, mint valami édes csiklandozás. Fölvillanyozta Gyurit, kezdett ő is bőbeszédű lenni, védte magát tréfásan, széles jókedéllyel. Elaludtam egy kicsit, sőt, ha szolgáló rám nem kopogtat, most is alszom. Már csak ne nyitott volna be még 5 percig. Ugyan, szólt Ravucsánné. Olyan szépet álmodott? Mit parancsol, kávét vagy hidegsültet? Kávét kérek. Hát nem mondja el, mit álmodott? Házasodtam álmomban, illetőleg megakadt a dolog a leánykérésnél. Hogyan, kosarat kapott? Kérdé Veronka előre tolva kíváncsi fejecskéjét, mert ma még szebbé tette a fölépített gazdag hajkorona. A hajkoronát pedig még szebbé tette egy beletűzött pünkösdi szegfű. Kérdés, hogy mi lett volna, éppen a döntő pillanatban költött fel a szolgáló. Úgy, már szinte azt hittem, nem tetszett a személye a személyének, szólt Veronka átcsapva a mesei stílusba. Milyen kár, hogy most már nem tudhatjuk meg? Biztosítom, megtudja. Miképpen? Úgyhogy megmondom. Ugyan ne beszéljen, hiszen az álmok nem mennek át egyik éjjelről a másikba, folytatásosba, mint a regények az újságukban. Gyuri megitta a kávéját, rágyújtott, és nagy füstfelhőből szólt ki titokzatos arccal, szemeit az ég felé fordítva tréfásan. Vannak olyan álmok, majd meglátja, de hát maga hogy aludt? Csak ezt kellett említeni. Menten kapott rajtam Ravucsánné, szélesen előadva a macska históriáját, aki miatt nem mert a Veronka este levetkőzni. Gyuri elképzelte a bájos jelenetet, édelget rajta a lelke, Veronka irult-pirult, Ravucsán kacagott, Ravucsánné pedig egy pár oktató szót fűzött hozzá, mint illő idősebb, tapasztaltabb asszonyoknak. Nem jó, galambocskám, a jóból se nagyon a sok, nem. A személyremből is árt, ami túlontúl van az elégen. Hozzá kell szokni az ilyesmihez. Hát mikor ura lesz, szívecském? Az bizony becsámpásodik ám a hálószobába, és maga fűzi ki a kisasszony derekát, igen, saját maga. Azon keresztül kell esni? Jaj, néni, néni, miket beszél a néni? Bedugta a füleit, felugrott, elszaladt a ribiszkebokrok felé. Egy picinke gaj beleakaszkodott a szoknyafodrába, úgy megrántotta,
hogy kiszakadt a ráncaiból. Na lett ebből nagy eset, hamar tű cérnát, növelte még a zavart, hogy Vibra kocsija előállott. Két nyughatatlan nyakú fekete ló, részkulcsos hámmal, hely, csak jó mesterség a prókátor, oké, olyan fiatal is, már ilyen fogatot hazudott össze, hely. Volt dolgom Rabucsán nénak és mindenféle élő léleknek a háznál, hamar közbe, Anka egy szalvétába sonkát, amit az útra főztem, te pedig szalad Zsuzsa a kalácsért, de hát, ha nincs később, hozzatok hamar egy szarvasnyelű kést. Ne készítsünk a sargójába egy kis aszalgyümölcsöt. Jó lesz rágogatni lelken, útközben, kivált az idegen asszonyságnak. Hát egy csipetnyi lekvár, ne tegyek a bögrikébe, de bizony teszek. Ugyan-ugyan néni, szabadkozott Veronka, hiszen ebédre hazaérünk. Hát ha előadja magát valami, szó se lehet tudni. Térült, fordult a jó Mravucsán néni, hol elszaladt, hol előkerült, mint a karika. Mi alatt Mravucsán mindenképpen kapacitálta őket, hogy maradjanak ebédre, vagy ha nem legalább még egy óráig. Utoljára már csak egy fél órát könyörgött biztatván őket, hogy akkoráig okvetlenül fölébredt Klempa, amihez fogható látványosságot maga a király se pipált. Nem ért semmit, megmaradtak csökönyösen az indulás mellett, felültek a kis csézára, a hölgy a fátúra, Gyuri a kocsiülésre, befelé fordulva, úgyhogy a térdei már is odasúrlottak a Veronka lábacskáihoz. Nem tudom én, hogy lesz az egész Glogováig. Glogovára megyünk, parancsolta Gyuri a kocsisnak. János megpattintotta az ostort, a lovak megiramodtak, de alig gurult ki a kocsi a kapu dobogóján, lelkendezve futott utánuk Mravucsánné, teletüdőből kiabálva, ho, 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 megálljatok! A kocsi megállt, a hölgyek ijedten nézegettek körül, hogy mi baj lehet, de nem volt semmi baj. Mravucsánné egy pár épp almát fedezett még föl, valahol az édéskamrájában, és azokat a féltett kincseket hozta a kötényébe, és megrakta vélük, mint hogy a hölgyek ruháin nem volt zseb, a Gyuri kabátját, kikötvén, hogy ezt a szép vöröset, igazi sercikát, a Veronka egye meg. Erre aztán csak ugyan megindultak, nagy kendő és kalap lobogtatások közt, amíg csak egy kanyarodónál teljesen el nem tűnt, a nyájas Mravucsán porta összes népeivel, a nagy diófával, füstölgő kéményével, új és új képek bontakoztak ki, a rohamosan haladó bábaszék utcai életéből. A bolt előtt Münzné állt bodoros hófehér főkötőjében, és kedvesen bólingatott tiszteletreméltó őszfejével, melyet egyenes vonalban osztott két egyenlő részre a csillogó bábaszem. A kovácsműhely előtt nagyban kalapácsoltak a glogovai papék eltölt kocsiján. A vízzel leöntött izzó vasak sziszegtek, mint a kígyók. Távolabb a mesteremberek rakták el nem adott áruikat, háromszögletű nagy ládáikban. Lassanként rendre elmaradoztak a tulipános kapujú házacskák gazdáik koszorúba írt névbetűivel. Az utolsónál, melynek ablakai a leendő zsidó temetőre néznek, a líceum kerítés mellől dúl-bum, két pisztolylövés rezzenté meg a lovakat. A glogovai utasok oda pillantottak, hát Mokri úr állott ott az újdonatúj kék ruhájában, melyet a beszterce híres Kléner vart, egyik kezében a kalapját lengetve búcsúzásul, a másikban a tiszteletükre eldurrantott pisztolyt emelvén a magasban. A túlsó oldalon a veszedelmes szélmalom ijesztő szárnya vetett sötét árnyékot a mosolygó pirosvirágos lóherésre. Szerencsére most mozdulatlan, mint egy gombos tűre tűzött óriás légy. Egy csepp szél sem volt. A búzák nem dajkálták kicsinseknyi kalászaikat, hanem álltak, vesztek, a perzselő napsugarakkal elöntve, mozdulatlanul, egyenesen, mint a baránátos katonák. Körös körül a mezőn mélységes csöndül. Csak a lovak patkói csattogtak a köveken, és a Liskovina erdőség olyan formán rém lett, hogy amint egyre közelebb-közelebb húzódik eléjük lomha, sehol sem végződő zöld testével, mintha csendesen lélegzenek.